A csoportkép a Nyíregyházi Egyetem és az Universidad Politecnica Salesiana oktatóival Ecuadorban. Nyár végén a dél-amerikai országból érkezett delegáció Nyíregyházára, az elmúlt hetekben pedig a Környezettudományi Intézet három oktatója, Szabó Sándor, Szép Tibor és Fekete Tibor látogatott el Ecuadorba az Erasmus Plus csereprogram keretében. Szabó Sándor néhány nappal a hazaérkezés után mesélt ottani tapasztalatairól és a tanulmányút lényegéről. A kinti egyetemnek van összesen három, mondhatni azt, hogy kampusza, Quitóban, Cuencában és Guayaquilben, és akkor mi meglátogattuk a Quito, illetve Cuencai kampuszt. Ott elő különböző kutatási témáinkról tartottunk előadásokat, tárgyaltunk az ott levő rektorok, rektorhelyettesek, intézetvezetőkkel arról, hogy milyen érdeke van az ottani egyetem diákjainak átjönni Nyíregyházára tanulni, akár egy fél évet, vagy akár kettő évet, három évet, vagy akár PhD-zni, PhD tanulmányokat folytatni itt, illetve milyen, tehát ezekről a dolgokról beszéltünk, illetve arról, hogy milyen közös, melyek azok a közös pontok, amelyek a kutatásban létrejöhetnek a két egyetem kollégái között. A Nyíregyházi Egyetem oktatói nem csak szakmai kutató munkában vettek részt, hanem élményeket is szereztek. Felfedezték a hegységek és fennsíkok természeti látványosságait, és tanulmányozták az ország növény- és állatvilágát. Mint azt Szabó Sándor elmondta, Ecuador társadalmának jelentős hányada él mély szegénységben, akik ugyanakkor nagyon pozitív szemlélettel élik a mindennapokat. Emellett megdöbbentő volt a magyar delegáció számára, hogy szinte minden üzletet és intézményt fegyveres biztonsági őrök felügyeltek. Nagyon szigorú szervezetrendszer szerint működik a kinti egyetem. Nagyon kemény biztonsági, illetve személyvédelmi háttere van az egyetemnek. Nagyon fókuszáltak az alkalmazott kutatásuk területén. Tehát ebben mindenképpen nagyon erősek. A Magyar Egyetemnek viszont az előnye a tudományos területen sokkal jobban, nagyobb teljesítményt tudunk nyújtani. Eleve az itt levő kollégáknak az angol nyelvű kompetenciája, az angol nyelvi készsége az erős, nagyon erős. Ott egy kicsit ebbe van mit behozni. És meg annyi olyan dolog van, ami itt érték, ott még elérendő dolog, illetve ott érték, és mi ezt megpróbáljuk megvalósítani. A felek között kialakult szoros szakmai és baráti kapcsolatra szeretnének a jövőben is építeni. Már most ősztől a Környezettudományi Intézet segítségére lesz például az Ecuadori Egyetem egy ultramodern távérzékelője is. Ezzel a térség vonuló madarainak mozgását tudják elemezni a szakemberek, hozzájárulva például a parti fecske populáció megmentéséhez Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.